A leendő ötödikeseknek nem szegte kedvét, hogy szombaton is korán kellett kelni. Érdeklődve érkeztek a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium nyílt napjára, ahol amellett, hogy felfedezhették az intézményt, ismerkedhettek a leendő pedagógusokkal, és egy-egy órai munkába is betekintést nyerhettek szüleikkel együtt. Nem véletlen, hogy nem egyszerre van nyílt nap a leendő 5. és 9. évfolyamnak, tudtuk meg a gimnázium igazgatójától. Negyedikeseket teljesen más képzéssel várjuk, mint a majd mostani 8-osokat. És természetesen akkor megragadom az alkalmat, hogy jelzem, hogy külön lesz majd a 8-osoknak is nyílt napjuk. Ez egy november 10-i napra esik. Az 5-esek, leendő 5-eseket azért vártuk külön, hiszen két képzési javaslattal szerettük volna megismertetni őket, ugyanis két 5-osztályt tervezünk indítani a következő tanévben. Az egyik egy nyelvi előkészítő osztályra épülő kisgimnáziumi 8-osztályos képzés, ami már is 9 évfolyam lesz, hiszen egy nyelvi előkészítő évet követ 8 gimnáziumi év. Ez az országban is szinte egyedülálló, úgyhogy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy vagy akár két nyelvet is komoly szinten elsajátítsanak. Illetve a másik 5. osztály, amit tervezünk, egy általános tantervű, nem gimnáziumi jellegű, hanem egy általános tantervű osztály, ami 5., 6., 7., 8. osztályban várja az ide jelentkezőket, és 8. után szabad a pálya, akár nálunk is maradhatnak a hagyományos 4 év folyamos gimnáziumi képzésben, de úgy gondolják természetesen máshol is tudják folytatni a tanulmányt. A diákoknak adott a lehetőség, hogy az emelt óraszámban tanulandó nyelvet ők válasszák majd ki. Az előző évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a magas óraszámban tanult nyelvből előrehozott nyelv érettségit tesznek az iskola diákjai. 18 nyelvórájuk van heti szinten, ez lehet német vagy angol, és tényleg csak egy pár egyéb órájuk van, ami 25-26-os heti órakeretet jelent, tehát 18 nyelvi óra mellett 7-8 egyéb órájuk van. Nagyon jól meg tudja alapozni ez a nyelvi képzettségüket, és erre a későbbiekben nagyon jól tudnak építkezni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ebben az osztályban jelentkezők többsége nyelvvizsgával, de akár két nyelvvizsgával és kikerülhet majd az intézményből. A Béri Balog Ádám Katolikus Gimnáziumban a jelenlegi negyedikeseknek lehetőségük van az általános tanmenetű osztályba beiratkozni, ahova nem kell felvételizni, de amennyiben a nyelvi előkészítős kisgimis osztályt választják, ahol az első évben heti 18 órában tanulják majd az általuk választott angol vagy német nyelvet, ebbe az osztályba kell a felvételi a jelentkező diákoknak, a felkészülésben az intézmény segítséget is nyújt, mondta el az intézményvezető helyettes. Ingyenes felvételi előkészítőt szervezünk mindazon gyerekeknek, mindazon negyedikeseknek, akik azt fontolgatják, hogy a mi nyelvi előkészítő osztályunkba szeretnének felvételizni, de persze azoknak is, akik mondjuk ezzel indulnak, ezzel a tervel, aztán menet közben meggondolják magukat, és miután megírják a felvételit, mégiscsak az 5. B általános tantervű, általános iskolai felső tagozatra jönnek, vagy pedig úgy gondolják, hogy menet közben kilépnek, ők is elkezdhetik ezt a felvételi előkészítőt, ezt szombatonként tartjuk, a szünetek, az iskolai szünetek kivételével, egészen január 22-ig, mert hogy az lesz 2022. január 22 a felvételi, a központi felvételi napja. Ezen a felvételin mi nem magyart, meg matematikát tanítunk a gyerekeknek, hiszen azt megteszik a tanítónénik. Mi magát a felvételi menetét, a technikáját mutatjuk meg nekik, azt, hogy ne ijedjenek meg egy felvételi feladatlaptól, hogyha az oda kerül eléjük, hanem pontosan tudják, hogy mivel mit kell tenniük, és így ösztönözzük, így segítjük őket a minél jobb eredmény elérésében. Azok a gyerekek, akik rendszeresen eljöttek a mi felvételi előkészítőnkre, azok, hogy úgy fogalmazzak, felvértezve érkeztek ide erre, míg azok, akik ugye nem valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni, mert mondjuk nem értek rá, vagy másként készültek, ők azért megszeppentebbek és megilletődöttebbek voltak, és hát ez az eredményeken is látszott, hogy az, aki hozzánk járt rendszeresen, ő azért magabiztosabb volt és jobban is teljesített. A 2022. január 22-i felvételire felkészítő órákra szombatonként 9 órától kerül sor, ahol akár csak egy iskolai órán, itt is 45 percig ülnek majd a diákok a padokban. A két órás hétvégi gyakorlások alkalmával mind magyar, mind matematika tantárgyakból előkerülnek majd feladatok. A diákok amellett, hogy felkészültebben érkeznek a felvételire, az intézményben is sokkal magabiztosabban mozognak majd, ami egy stresszfaktort ki is küszöböl náluk.
Igazából nekem egyetemi céljaim vannak a jövőben. Szeretnék orvos lenni, úgy, mint a szüleim, és azt anyáik úgy gondolták, hogy ez lenne a legmegfelelőbb választás, hogy ide jöjjek, és itt kaphatom meg a legjobb szintű oktatást. Nagyon jó fejek a tanárok, az igaz, hogy amit adsz, azt kapod vissza, és igazából jó a csapat, nagyon jó a közösség, rendesek, itt most volt a kampány, itt is semmi ellenségeskedés nincs a gimiben, igazából nagyon, nagyon jó fej mindenki, egymással, még a kicsikkel is, a nagyok, meg pont fordítva. Negyedik osztály után jöttem ide egy nyelvi előkészítőbe, németet tanultunk heti 18 órában, és azért választottam ezt, mert a testvérem is ide járt, és ő nagyon sok jót mondott erről a gimnáziumról. Az elején nagyon nehéz volt megszokni, hogy ilyen sok német óránk van, de utána belerázottunk szerintem az egész osztályjal, úgyhogy utána tökéletes volt. A Béri Balog Ádám katolikus gimnáziumba járó diákok örömmel veszik, hogy számos olyan program van a tanév során, ami egy kicsit feltölti őket, ilyenkor nem az iskolapadban ülnek, hiszen nem a tanulási a főszerep. A diákigazgató választás is egy hatalmas élmény, nem csak magának a diákigazgatónak, aki egy napra megkaparintja a hatalmat az intézmény élete felett. Ilyenkor elviszik az igazgatót egy rendőrautóval vagy egy busszal, és színes programok várnak minket, például szépségszalon, Xbox, jazz dancezünk, meg ilyesmi, és mindig van, lehet főzni az udvaron, vannak sportok, foci, kézilabda. Természetesen emellett számos egyéb kulturális programot, szórakozási lehetőséget a béris diákok számára minden tanév folyamán. A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium egy jól sikerült nyílt napot tudhat maga mögött, melyre szép számban látogattak el az általános iskolák negyedikesei. A nyolcadikasokat majd november 10-én várja az intézmény egy nyílt nappal.